Piátó vagy a nagyobb piátó. Füdet, egyet más. Én más fél, tehát füdet örökültem. Szüleintő. Hú, egy tuplán. Ki és osztassak, úgy jártam a két gondot ki. Thank you.
Szép jó estét kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves gazdát és gazdasszonyt ezen a gyönyörű szép este, ebbe a juhász bálba, amely 10. alkalommal van megszervezve. 100 Jenő, juhos gazda, jelenlévő úriembernek köszönhetően egy nagy tapsot kérünk neki. Jó szórakozást és jó mutatást kívánok mindenkinek, és most megint a szélem, polgármester urat, hogy fáradjon ide fel a színpadra, várom a terejéig, nagy tapsot várjuk őt. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Előre hátrább egy kött tudom. Szeretettel, nagy szeretettel köszöntöm főleg az idegeneket, olyan évvel, vagy a vendégeinket, olyan szerint. Örvendek és gratulálok az oroszegyi jutartó gazdáknak, kiemelten 100 Jenő gazda úrnak, hogy megszervezték ezt a mai eseményt, mert higgyék el, hogy nekem legalábbis személyesen öröm látni azt, hogy megtelt a kultúrház, és az emberek találkoznak, beszélgetnek. Főleg a mai világban ez egy ritka alkalom, mert olyan globális trendek vannak, hogy az embert el akarják különíteni, egykévé tenni, fogyasztóvá tenni, tehát jó találkozni, jó beszélgetni. Oroszhegyről a vendégeiknek mondok 5 mondatot, nem többet, hogy ne tartsam fenn a Tokánynak a hozatalát félve. Oroszhegy nevét legelőbb 1500 éve írták le a pápai tizedjegyzők, amikor megindultak Dézsmárt szedni. 1333-ban már 56 kapóval jegyezték ezt a települést, és azóta is itt élünk, és egy darabig még itt is akarunk. 1968-tól 6 faluval társítva összeszoktattak egy új közösségbe, egy új közigazgatási közösségbe. 6 falu nevét elmondom, olyan szépen hangzanak. Udvarhelyről jönnek a Bosnyák mentén Tibódik, Székely-Szentkirály. Ha a másik patak mentén jönnek, Balli patak mentén ott van Székely-Szent Tamás, Ülke, Székely-Fancsal is, középen a 2 patak forrásvidékén van Oroszhegy. Kiemelten örvendek annak, hogy a jutartó gazdák szerveztek egy összejövetelt. Ennek a kapcsán néztem bele a nyilvántartásainkba, és Oroszhegy községben 2700 juhot tartunk nyilván, ami nagyon jó szám, még megyei szinten is. A méhészeink vannak még ilyen toppos magasságban, 2600 méh családda kaptára. Úgyhogy örülök, hogy ez a gazdálkodási forma él, mert hogy stevédik fel a kérdés, ugye most megszámoltuk magunkat a tavaly. Kiderült, hogy kevesebben vagyunk, mint amennyien kellene, hogy lényegében legyünk. Elfelőtt elindultak a társadalomtudomány, meg egyéb viták. A kérdés alapgyökere az, hogy mi a titka, vagy mi az eszköze, vagy mi a gondolata a megmaradásnak, és a helyben való megmaradásnak. Én 2 fontosat röviden megemlítek, az első. És mindennél a fontosabb az, hogy Oroszhegy községben, például Oroszhegy faluban, minden vasárnap a 600 férőhelyes templom megterik 2-szer. Tehát az első dolog, hogy összekapcsolja a népet, a közösségeket, a megmaradás szolgálja maga a hit. A hit az első, a második, egyet említek meg sok közül, a hagyományok iránti tisztelet. Hagyományokról mondjuk, hogy megőrizzük, vagy hogy ápoljuk. Elég kifejező szó mind a kettő. Én azt szoktam használni legújabban, hogy éljük meg. Na most önök azáltal, hogy jó tenyésztéssel és gazdálkodással foglalkoznak, benne vannak a hagyomány ápolásnak a sűrűibe. Mert ez egy olyan fajta tevékenység, ami sok minden mellett hozzájárul ahhoz, hogy épp és egészséges
jóra való közösségeink legyenek. Ha én kimegyek ide a fennsíkra, a görgényi havasoknak van itt egy görgényi fennsíkja, a Oroszhegy fölött biztosan ismerik, és aki nem menjen el, mert értelmes ezt a platót megszemlélni. Szőlőháttól át süketnénk keresztül Tóth-dombon, Fancsalin, Pászmányérén át a Antusi, keresztül Farkaslaka felé, ha elmegyek a hétkútvállójáig, minden áldott évben legalább 12 csorda van és nyáj. Ez a plató, ez körülbelül 1000 hektáros. És mindig örömmel tölt el, többször megjárom ezt a területet, szeretek a természetbe bóklászni, hogy a terület meg van művelve, az állatokat, melyik kijáró csorda, melyik jó nyáj, melyik másféle rendtartásban van, de gondozzák és megélnek belőle. Ismételten örvendek, hogy eljöttek Oroszhegyben, kívánom, hogy érezzék magukat jól ma este, és továbbiakra pedig egy boldog egészségnek az a új esztendőt kívánok. Köszönöm. Köszönjük szépen a polgármester úrnak, és akkor most megkérem szépen a megyei tanács elnök urat, Borbó Csaba urat, hogy fáradjon ide a mikrofonhoz. Egy tapsot kérünk neki is. Szép estét kívánok mindenkinek. Meg szeretném köszönni először is a meghívást Szász Jenőnek és kedves családjának, akik együtt teszik a dolgokat nap mint nap, és számomra nagyon kedves volt ez a meghívás. És nem tudom, hogy mit követtem el az elmúlt években, de valahogy úgy érzem, hogy ha még meghívnak, akkor valahogy a párbeszéd és a bizalom az még létezik, és megvan egymás tevékenysége, munkássága iránt. És hát azon gondolkoztam, hogy tényleg az elmúlt több mint 10 évben nagyon sok feladat, nagyon sok kihívás, nagyon sok olyan gond, probléma merült fel, amivel önök meg kellett küzdjenek. És egyre inkább azért most már megismerem önöket. Nagyon sokoknál ott voltam otthon, a házukban, vagy akár a tanyán, vagy a gazdaságban. És azt érzem, hogy tényleg az a munka, amit önök végeznek, vagy mondta a polgármester úr is, az pótolhatatlan. És egyre inkább, főleg itt most volt más emberek, azért megyek el mindenhova, hogy elsősorban kapjak házi feladatot, nézzük meg, hogy mi az, ami teendő, és itt ma kaptam házi feladatot a Csíkiaktól, hogy beszélgessünk arról, hogy tényleg a területek és a területeknek a használata, ebben kell még többet közösen gondolkodni. Jöjjenek be, jöjjenek be! Ne, addig nem beszélek tovább, hogy jöjjenek be. Tessenek jönni. És folyamatosan örökké kerülnek újabb és újabb kihívások. És ezeket a kihívásokat nagyon fontos, hogy próbáljuk meg együtt megkeresni rá a válaszokat. És abban hiszek, hogy itt mi arra vagyunk hivatva, hogy megkeressük a partnerséget, megkeressük a párbeszédet, és megkeressük a megoldást. Foglalnak nyugodtan helyet. Jó estét! Az évek a folyamán láthatunk már sok mindent, ugye 2002-től kezdve vannak az ápiatámú támogatások, utána jöttek egyéb szabályozó, a vadgazdálkodásban is tiltások. Tehát folyamatosan változik az élet, és folyamatosan változnak a kihívások. Ellenben most, ami fog következni, és ez, ami valószínű egy lehetőség és esély mindannyiunk számára, egy komoly lehetőség támaszt, hogy európai szinten is kezdték azt felismerni és elfogadni, hogy a hagyományos gazdálkodás, illetve a természetközeli gazdálkodásra kell fektetni a hangsúlyt, mert a Covid, a háború
mindenféle cirkuszok, válságok azt hozták, hogy a nagy ipari termelés, illetve ugye célként kilett tűzve a klímaváltozás elleni nagyon erős harc, azt hozták, hogy a biósítani kell, azt hozták, hogy a helyben a helyi terméket, ugye ezért is van az a most már nagy Európai Uniós program, aminek még nem látjuk annyira a kedvező hatásai, de hogy a fartól a villáig, tehát hogy minél rövidebb legyen ez a lánc, ez mind-mind-mind fogja erősíteni és lehetőséget fog teremteni a mi gazdáinknak, a mi jótartó gazdáinknak. Persze nem minden úgy megy, ahogy kellene menjen, hisz a vadgazdálkodás tekintetében még tettünk néhány lépést, de a dolgok nincsenek megoldva, még jó néhány lépést kell tenni. A vadgazdálkodás mellett azt gondolom a másik, ami a különböző pályázati rendszereknek az ügye, azt látom én most egy nagy kihívásnak, amiben megint csak kell tegyünk jó néhány dolgot, hisz pont ezt írtam meg néhány hete a mezőgazdasági miniszternek is, hogy hát hiába van hegyvidéki támogatás, hogyha hegyvidéki gazdák nem igazán tudnak erre pályázni. Tehát van gond Bukarestben is, amit kellene rendszereket, folyamatokat változtatni, de ezekben az ügyekben én nagyon-nagyon-nagyon bízok, hogy sikerül lépni előre. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy egy eredményes évünk legyen, egy olyan év, ahol keressük továbbra is a jó megoldásokat, és én abban bízom, hogy a társadalmi elfogadottság annak a tevékenységnek, amit önök végeznek, azon tudunk dolgozni, hogy növekedjen, és mindenki megértse, hogy az, ami a tányérjában van, hogyha önöktől származik, akkor egészségesebbek lesznek, és jobbat tudnak étkezni, és talán vissza tudjuk hozni a teljes körforgásnak azt a típusú fényét, amire talán mindannyian számítunk, és megérdemlik elsősorban önök, akik teszik a dolgokat. Sokan azt mondták, hogy lehet, hogy a szárazság miatt most akkor nagyon sok állomány gazdát fog cserélni, de én azt látom, hogy hátha sikerül túllépni ezeken a nehéz kihívásokon, és a 2023-as évben pedig tényleg nagyon erősen azon kell dolgoznunk, hogy egyenként, szinte személyre szabottan, hogy mi az, amit lehetne tenni ma már, erre megvannak a lehetőségeink, és én erre hívom önöket, hogy nyugodtan, bátran jelezzenek módján. Mert ha más nem, legalább tudunk egyet beszélgetni, tudunk adni egy visszajelzést, és azzal tudnak tovább lépni. Úgyhogy egyenként mindenkinek és mindenkinek a családjának meg szeretném köszönni, hogy ezt a hagyományt nem adják fel. Annak örvendek, hogy nagyon sokaknál látom és találkozunk, hogy a gyerekeinknek sikerült átadni, sikerült őket bevezetni ebben a tevékenységben, és ez nagyon nagy öröm, hogy van folytatás és van jövő. És hogyha van bármilyen baj, van bármilyen probléma, gond, tényleg azt tudom mondani, hogy keressük egymást, mert legalább azon a szinten, amit mi itt megyén belül meg tudunk oldani, hátra tudunk haladni egyről a kettőre. Úgyhogy kívánok önöknek egy eredményes évet, sikert és jó időjárást, illetve egészséget, hogy tudják folytatni ezt a munkát, és persze kitartást. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen! És finom borjuhús ez, mit hozatok, jó csiga laskával. Pontosan 7 tavaszt járt ki a Petki hazajáró csordába. Gyengesége miatt szénát nem ehetett, az egész falunépe mindcsak korpát gyűjtögetett, savanyúságot tetetett szakácsné asszonyunk. Jó sokat mellé az orromat siklint ki annak az erőssége. Tessenek hát virrát szúrni a finom borjuhúsba, és a prímás gumbli erre is tartozik egy tussal. Jó étvágyat kívánok! Éljenek a juhászok!
Kedves hölgyek, urak! Megsokára a színpadon a Gyöngyszem Néptánc csoport, Emlékek a minden napokban című Petőfi Sándor emlékműsor egyik részén hozták el önöknek, fogadják nagy szeretettel és nagy tapsal!
Kérem, fél öt, át kell mennie a bankba. Ja, persze. Mondja, a feleségem még nem jött meg? Nem, még nem érkezett meg. Pedig még a reggel elment, ugye? És ebédre sem jött haza. Hát nem tetszik nekem az az ügyvéd. Nyugodjon meg, ügyvéd úr, a nagyságos asszony tud magára vigyázni. Nem lesz semmi baj. Ki telefonált? Senki! Senki! Engem kerestek! Diszkrét ügy. És egyéb? Igen, igen. Egy Dudás János nevezetű Dunakalászi parasztember üzeni, hogy ma 5 órakor felkeresi az ügyvédünket. És mit akar? Azt írja, hogy egy tehenet vettem a télen, és ott azt ígérték, hogy úgy adja a tejet, mint a vízeső. De becsapta, mert nem adja a tejet, azt mégse akarják visszavenni. Azt gondolta, hogy az ügyvéd úr kicsinálja, hogy visszakapjam a pénzemet. Jó, hát hogyha jön az a parasztember, akkor várjon meg. Egy fél óra múlva itthon vagyok. Viszlát! Viszontlátásra, ügyvéd úr! Mit nevet, Mancika? Jaj, nem érdekes, de nem bírom magamba tartani. Mesélje már! Aj, nagyon diszkrét ügy, de hát nem bírom magamba tartani. Mondja már az Istenét. Na jó, maga úgy is tudja, hogy az ügyvéd ura csalja a nagyságos asszony. Ezt mindenki tudja, csak azt nem tudjuk, hogy kivel. Hát én éppen most tudtam meg. Honnan? Telefonáltam.
Jézus Mária! És ki az? Ismerem? Nem, nem. Nem ismeri senki, míg az ügyvéd úr sem látta soha. Akkor mit akart? Hát, képzelje, ez a csörüge. Mert hát így hívják az illetőt, lement a nagyságos asszonnyal a szabad Dunába strandolni. S mi alatt ott lubickoltak, addig valaki ellopta a ruháikat a partról. Jézus Mária! És nem vette észre, és nem tudta kijönni a vízből. És ez a csöröge honnan telefonál? Innen a szomszédból. Igen, igen, képzelje, szerzett egy paraszt ruhát. Szépen beöltözött. Bejött a városba, és ide telefonált, hogy az ügyvéd úr van-e, mert szeretne feljönni a nagyságos asszony ruháiért. Jézus Mária, lehet, hogy ez már ő az. Jaj, lehet. Maga szépen fogadja, és én addig összeszedek néhány ruhát. Jó. De kérem, nem utassa, hogy tud az ügyről. A nagyságos asszony engem beavatott ebbe a diszkrét ügybe, és hát nem szeretném, hogyha fletykásnak tartana. Mancika drága, nyugodjon meg, kérem, nem lesz semmi baj. Jó. És kérem, beszéljen vele úgy, mint egy igazi parasztor. Nincs egy igazi parasztor. És akkor nem lesz semmi baj. Minden rendben lesz, nem fogja megtudni, hogy maga be van avatva az ügybe. Mint egy igazi parasztor. Tessék! Jó napot kívánok, van szerencsém, találatos szóval. Csés, jó napot, atyafi! Atyafi, hát micsoda hang nem ez, kérem. Azt mi áradban van, Kánd? Először is ma nem kedve, hanem szombat. Másodszorban pedig a Manci kisasszony keresem. Itthon van? Van bizalom, hát szólítsam be. Igen, kólítsam be. És azt mit mondjak, hogy ki keresi őt? Mondja neki azt, hogy az úszómester az ingyen úszódából. Aztán tudni fogja neki azt. Ajánlom magamat, uram bátyám. Uram bátyám. Hát ez tényleg azt hiszi, hogy paraszt vagyok. Jaj, de kutya van. Ön az, akivel beszéltem telefonon? Igen, kezdi csókolom, Manci kisasszony. Jaj, meséljen már, hát mi történt? Olyan ideges vagyok. Nem érek rá. Hát értse meg, hogy Lenke nagyságos asszony reggel 10 órától benne ül a jeges Dunába. Hát és ki lopta el a maguk ruháikat? Na látja, ezen én is másokat gondolkodtam. De aztán rájöttem, hogy nem lehetett más, csak egy tolvaj. És nem vették észre? Nem. Képzelj el, mi egyébben voltunk elfoglalva. Tudja, pacskoltuk egymást. Ismeri? Pacs. Na, aztán két pacs között kinéztem a partra, és látom, hogy nincsenek meg a ruhák. Na, mondom, itt ülünk meg fölbe a Dunába, és nincs, amiben kijöjjünk a vízből. És nem volt magukon semmi? De, Lenke nagyságos asszony rajta volt a gyöngysora. Rajtam meg a napszemüveg. Gondoltam, hogy szemüvegbe bejövök a városba, de ugye hát az nem komplett öltözet. Az ember bárhova teszi, valami csak kilóg alulra. És hogy jöttek ki a vízből? Négy kézláb. Szerencsére délfelé arra járt egy parasztember, aztán kölcsön adta a ruháját. Hát nem valami szép ancunk, de úgyis jobb gatyába, mint nyakig a Dunába. Na és a... Úgyhogy aztán felvette. Na és a paraszt? Hát most ő nyakig a Dunába. Úgyhogy siessen, kérem, mert nem szeretném, hogy megfázzon. Lenkét megeszik a halak. Jó, hozom, de az üzenem a nagyságos asszonynak is. Jó. Hogy ő is siessen, mert már az ügyvéd úr gyanakszik. Micsoda, álljon meg, gyanakszik? De ugye rólam nem tud semmit. Nem. De tudja, tulajdonképpen ez egy nagyon veszélyes, mert egyszer egy névtelen levél alapján egy udvarlót a Margit hídról belevetett a Dunába. Én szakítok Lenkével. Nekem egy életre elegem volt a Dunából. Én szakítok vele. Hát de csak ennyire szereti? Nem arról van szó, hogy mennyire szeretem. Én megígértem neki, hogyha kell, juhászkutya leszek, érted, de hogy hal legyek? Hát az kibaszál. Hát pedig, drága uram, ennyi
egy áldozatot igazán hozhatna egy nőért? Áldozat, áldozat. Különben is én bevallom magának, hogy nekem már nem nagyon tetszik a nagyságos asszony. Tudja, egy kicsit elhízott, olyan lett, mint egy tehénke. Tehénke? Hát, hogy beszél maga erről a gyönyörű nőről? Nem csak arról van szó, hogy gyönyörű nő, de én is kaphatok egy illatos levélkét, aztán mehetek a Dunába fürödni. Nem. Én most az egyszer még felöltöztetem, aztán slusszpassz befejeztem. Na jó, hozom a ruhákat. Manci kisasszony, van való itt egy telefon, telefonálnék taxiért. Igen, igen, igen. Van több is. Ott. Jó, köszönöm szépen. Siessen, kérem, mert nem szeretném, hogy ez a paraszt megfázom mesztelenül a Dunába. Mesztelenül? Igen. A Lenke nagyságos asszony mellett? Igen. Hát maga megőrült. Hát maga nem tudja, hogy egy ilyen paraszt hogy visszaérhet a helyzettel. Maga nem tudja, hogy milyen hideg a víz. Persze, már meg is jöttem. Igen, mesélj le a korodi, hogy az a parasztember már meg. Igen, igen, igen. Itt van az irodában. Szólok neki. Jó, rendben, de várjon, várjon. Előbb átnézem az ügyét. Azt mondja, hogy a tehenet vissza, igen, igen, a teje elapadt. Igen, rendben. Jéger alsót is pakolt be. Alázatos szolgálja. Szóval maga? Szóval ki? Ja, igen, én vagyok. Na kérem, üljön le, majd én elrendezem a dolgot. Hú, ez mindent tud. Megálljon maga pletykás. Mancika drága. Kopogtassa le nekem a Brown-féle keresetet 5 példányból. Ha kész van, akkor adja ide be nekem. Igenis. Hú, hogy ebből mi lesz? Na barátom, most maga jön. Üljön csak le. Tetszik tudni, az úgy volt, hogy én... Fölösleges, fölösleges. Kérem, én már mindent tudok. A levélben minden benne van. A névtelen levél. Na hát. Na, viszont váltás van. Hova megy? A turul madárra ugrani. Várjon, ne bolondozzon kell. Hát én jót akarok magának. Hát én meg akarom szabadítani magát attól a tehéntől. Az ügyvéd úr is tehénnek nevezi. Hát minek nevezem azt az állatot? Ügyvéd úr azért ne legyen ilyen gondolat. Na, jó, hát azt mesélj el nekem, hogy hogyan jutott hozzá. Engem a Duna parton láttam meg először. Igen? És akkor kinek a birtokában volt? Hát a férjének a birtokában. Ne vicceljen már! Hát a tehén férje az nem fér, hát az egy marha. A legszebb erény az önismeret, igen. Na jó, és mennyi pénzébe került ez magának? Havi 300 tengő. Megőrült! De hát hány kilós az a tehén? Hát a testvérek között is megvan, hogy 65. Micsoda? Hát annyi pénzért egy három másásat is lehet kapni. Hát kapni lehet, csak nekem nem zsánerem, ugye? Na jó, és igaz az, hogy elapadt a teje? Mit tudom én, hogy le lehetne be. Hát lehet, lehet, hogy rosszul ápolta. Mondja, hol tartja most? Víz alatt. De már nem sokáig. Viszek neki most jéger alsót, kombinék meg gatyát. Hát hogy jön fel a gatya a tehén? Hát felveszi a bokorba, aztán visszaküldöm magához. Hozzá? De hát én nem tudok vele mihez kezdeni. Igen, panaszkodott is. Na jó, hát maga most aláír nekem egy meghatalmazást. Mire hatalmazom meg én magam? Hát arra, hogy visszakapjuk azt, amit a tehénbe fektetek. Jaj, üvét úr, hát ez
hogy lehet visszakapni, amit befektettünk be? Bízza csak rám! Mancika! Hozzon nekem egy bekatalmazást! Parancsoljon! Köszönöm! Írass alá a tudásúról! Ki az a dudású? Maga a dudás! Itt írja alá! Összetévesztette valami Dudás János nevezetű klienssel! Mindent hagyjon rá! Jó, jó, rendben van! Vigyázzon, mert ha rájön valamire... Tudom, tudom, mehetek a gőzfürdőbe. Na, akkor a viszontlátásra, ügyvéd úr. Ne menjen el még Dudású. Hát, ha még szükségem lesz egy-két adatra. Üljön csak le. Jaj, szegény Lenke teljesen elázik. Tessék. Csé és jó napot. Na, most tör ki a paraszlázat. Mit? Mit tetszik, parancsol? Hát kérem, én az ügyvéd úrhoz gyűjtem volna. Azonnal állok rendelkezésére. Addig is foglaljon helyet itt az atyafi mellett. Engem az se zavar, hogyha diskurálnak. Szeretem hallgatni a nép zamatos beszédét. Kent Főudás gazda? Most kezdődik a népies? Igen, én aggódnék, de csak úgy, mert hogy pitymalmás, meg hogy csegvízi a lájpi, meg izé. He? He. He? Hát ez nem tud paraszt. Aztán mennyi földje van kenne? 4-5 cseréppel. Búza. Kaktusz. Kaktusz. Ha nekem is van egy kevés kefődem, de csak annyi, mint a körmön feketéje. Na, mutassa. Maga nagy birtokos. Hogy én nagy birtokos? De pedig alig van 3 lát búzám, de az idejét az est tele lett zsizsikkel. Hát nekem csak egy láncom van, az tele van bizsúval. Pedig a tavaly, jaj, a tavaly, beszélj búzámról. Kinek nem? Első osztályú, 0-as, meg éppen arattam. 0-as gép? Hát én is ahhoz szoktam minden nyáron 0-as gép. Aztán állatot tart. Igen. Foxit meg svápogarot. Hát én a gazdaságban rucákkal kísérletezem. Van kennek rucája? Ó, hát éppen rucám ne volna. Egy egész hotteli van rucám. És hogy tenyészti őket? Hát hogy? Felszántom a hódat, és bevetem rucamaggához. Higgye már! Hát a rucának nincs magja. Hát már hogy ne van, menjen csak el a gazdabótba, hivatkozzon rá. Higgye már, no hát ruca annyi, mint kacsa. Hát kacsa, hát mondom, hogy kacsa. Hát most már nem csodálkozom, hogy mély hápogott az egész vetés, amikor kaszáltam. Hát, tyúkot tart. Igen, víz alatt. De már nem sokáig. Hát igaza van. Én ezt nagyon ráfáztam. Pedig 10 pengőt adtam egy jó tyúkért. 10 pengő? Hát a milyen volt? Szőke, barna, veres? Kendőr magos volt. Olyan szép tyúk, de hát nem tojik eleget. De magáé tojik. Hűha, kit érdekel? Tessék! Jó napot kívánok! Doktor Mező Sándort keresem. Én vagyok, az parancsolja. Államrendőrségi detektív vagyok.
Kérem, a maga felesége... Mi van a feleségem? Maga meg hova megy? Nekem sürgős dolgom akadt, meg kell öntözni a rucára. Üljön csak le! Lehet, hogy még szükség lesz magára. Kérem, a maga felesége ma reggel fürödni ment a Szabad Dunára egy Csöröge Ödön nevű ember. Jaj, végem van. Azonban ellopták a ruháikat a partról. Csöröge egy állítólagos paraszt ruhába bejött a városba. És azért jöttem, hogy figyelmeztessem az ügyvéd urat, hogyha bejönne ide egy paraszt ruhás ember, az Csöröge lesz az. De ahogy látom, itt már van kettő. Igaz is, melyikük a Csöröge? Ha kérem, én vagyok a Dudás János. Akkor ő lesz az álparaszt. Micsoda, hogy én álparaszt, vagy mi a téldem ángyom kalácsom? Hát kérem, ez az ember a fiesem. Egyébként a beszédjén is hallatszik, hogy egy szintiszta magyar ember. Milyen szintiszta, ennyi fürdés után. Mindjárt már! Hát nem a Dudás, én vagyok a Dudás. Micsoda, hogy maga Dudás? Igen. Akkor menjen el. Ha miért? Azért menem fér meg két Dudás egy csárdába. Azt a keserves jó mindenségi fognak, hé! Tudja, mit mondok én erre magának? Hogy azt a hétfán fütyülő sárga rézangyalát, meg a csetvézi, meg a lájbi, meg... Na, hol az a mag? Ügyvéd úr, a nagyságos asszony megérkezett egy úrral. Egy úrral? Na, ő lesz a Csöröge, küldje be őket. Hát ez ki lehet. Helyettes úszómester a lájbingba. Úgyis már mindent tudsz, kérlek. Bocsáss meg! Hallgass, bestia! Ez meg neked szól, te gazani! Jaj, az út! Hogy már engem kérdezik! Ha maga is paraszt! Ó! Oh. Tulajdonképpen mi van? Kis gazda gyűlés. Na te bestia! Most azt mutasd meg nekem, hogy melyikük az igazi Csöröge. Társaságban nem éli futogatni. Ő az! Szóval maga! Na kérem, azonnal hagyj el a házamat ezzel a bestiával együtt! Hát én azonnal elhagyom a házat, de a bestia nélkül... Te Sándor, én veled szeretnék maradni! Nekem se kell lesz! Hát akkor mi lesz velem? Én már senkinek se kellek! Ha kérem, én meggondoltam magam! Hát én egy ilyen ügyvédén nem pörösködöm, megtartom a tehenet! Nagyon helyes, itt van a magáé! Thank you.
Fiatalabb Juhász. Gyergyó Ditrai Delinkének a fia.
Gergyó titrom a derünkének a fia, hogy tapsok érünk neki. Egy kicsit azt mondja, mellé elfogott, mert van neki ez két unokája, amelyik két éves, nem mondom, hogy beugrott ez a másfél éves. Csak most beugrott a másfél éves. Ezt elébaszoltam ki. Elejébe vágtam. De a fiatal Juhászt ezt tapsoljuk meg. Nagy tapsot. 9 hónapon. Csak akkor megjutalmazzuk. Hát igen, bohám, mit mondod, egy előasztod, egy csengős bárát, ne? A csengős bárát, nem, de lehet választani. Egyet. Ezt fogadja el, mivel hogy maga a legidősebb juhász itt a teremben. És akkor a fiatal juhásznak is valamit. Keres. Igen, akkor aktív juhászokat kérünk ide. Gidót kérjük ide, tapsod neki. Igen, de ne legyen! Ha úgy esz kihozza. Nem pénzik kijönni, nem kell semmi, gyere ide. Fityi. Fityi. Elemér, telegdi elemér. Elemér, de sorban már, ha nem kimaradnak. Gáspár Sanyiko. Gáspár Sanyiko. Setyi. Setyi, itt van. Máté fiakból kettőt. Máté fiakból kettőt. Nagyobb Vigocs a másodikon. Ültés. Ide, ide két Mátéfi. Két Mátéfi kérjük ide. Ilyen mind a három. Hanem mind a három. Buzogáj elemente. De jöjjenek. Hanem úgy is kihozza. Buzogáj Lajos. Tessék ide jönni. Tessék ide jönni. Telefont letenni és ide jönni. Ki van a jó aktív juhász? Nagy Márton. Nagy Márton. Ide jönni. Na, Nagy Márton, ide jönni. Akkor ki van a aki Esztenás juhász? Esztenás juhász. Johnny bácsi. Milyen bácsi? Johnny bácsi. Johnny bácsi. Ide jött is. Jöjjön, tessék ide. Ide jött is. Marci Ali.
lesz, főszervezőt feldobni. És most van egy meglepetés, a legfiatalabb ruház szeretne egyet énekelni, azt szeretné énekelni, hogy Gergyó Ditró felüde, mivel hogy még nem tudja a folyékonyon énekelni, hát igen, a ditrói himnuszt el szeretné énekelni, a legfiatalabb ruház, de mivel hogy még folyékonyon nem tudja az éneket, akkor a fiatal ruház helyett elénekeli az édesapja. Bíztató tapsot kérünk szépen. Zene kíséretével lesz. Még azt kell tudják, kedves vendégek, hogy a leg... Milyen büszke a házigazda, mert a jelenlévő itt a legfiatalabb juhász legénynek az édesanyja, itt oroszhegyi születés. Egy tapsot kérünk neki. A himnusz ditai, de a gyermeknek fele oroszhegyi. Az egyik lába oroszhegyi. Igen, még egy tapsot kérünk neki. Egyébként. A pálint oroszhegyi, a húsfok, a petki, a zene műsor oroszhegyi, a legfiatalabb juhásznak fele oroszhegyi. Úgyhogy még egy tapsot kérünk nekik. A földi egy eredeti amerikai vesztertala, a vidéki végség jó voltál, hogy tapsot kérünk nekik.
Gábornak. Egy ilyen bőrtakaró, nem szoba ez, hanem egy bőrtakaró, és utána 1,60 szó, 2 méter, 2 méteres. Ez a Juhász gazda jó voltában, én tapsom neki. Húsvéti bárá. Megint? Van két sapka és két pár. Papusra azt is kell tudni, hogy azokban vannak vásárlási utolványok a Zenelaki bőrművesné. Ha nem tetszik a sapka, akkor le tudja vásárolni 130 lejt fejenként, 30-30 lejt a papucs. És azok a papucsok csak ilyen úri nőknek való, mint maguk, amilyen. Hálószobában való papucsok. A két unokájának nagyon megtetszett az, és van egy olyan kérdés, hogy a sorsolásból ezt a Bernvicset hagyjuk ki, hogy beleegyeztek, hogy az unokájának hagyjuk. Igen, egy tapszó. Tudokákat kérjük ide. Alusz. Akkor alusz igazás. Rendben. Fel a balt, alusz igazás. Fel a fel. Akkor a bort. Kedves vendégek! Átadom a szót a jelenlegi gazdának, aki idáig viselte ezt a juhászpátkát és ezt a tarisnyát. És akkor most elmondja, hogy mit szeretne. Most, ha megkérnek, szépen meghallgatnak, ez a pálca 10 éve körülbelül a Szent Abrán, Bözőr, Gorn, Paraj, Dája, Csegefala, Sakorú, Városfala, Zetalaka, és most éjféllekor van egy kikiáltási ideje, amikor a következő gazda, aki művel meg akarja szervezni a Juhászban, az most jelentkezik a pálca elvételére. 10 évvel ezelőtt csináltunk egy kicsimán, Márta Fidomokos fésegített rá egy évre. Lett belőle egy nagyobb pár, hála legyen jó Istennek Márta Fidomokosnak, mondjuk Tabás Márton Dimakomával csináltuk az első bar, ketten. Ahogy úgy, 30 személyest az lejárt, az volt a kovász, ez is lejárt, persze. Ugye a Máté fiak nagyon kemény testvérök, nem lehetne sétálni őket, jel van kicskos pálcon állam, úgyis is ők az erősek. De viszont most, aki kedvezve van, hogy jövőben megszervezze a Juhászban, nem nagy munka, nem is kicsi. Hála legyen jó Isten, és megköszönjük ebben az alkalom együtt mindenkinek, hogy megjelentek. Akik visszamondták, megbánják, akik jöttek, nem bánják. Lehet, aki ide jött és megbánja, de hát én arra nem tehetek, ami jött ide, hát most ne csinál, ide jött róla. Na most akkor ez a hagyományokat, mondjuk ezt Domégnak köszönhessük a pálcát, a hagyomány szervezést. Rajta van 10 éves bál, dátumok, minden eskü. Lákalappal ügyes gazdák, betyáremberök, és akkor hosszan csináltuk, hát jó Istennek, hogy még egészségben éppen vagyunk, mert sajnálatos módon van egy Bojko Zoli gyergyői barátunk, gondolom egy része ismeri,
Szegény a nyarban betegséget kapott. Olyan érti barát, hogy itt ott minden bárból. 63-as születésű, jövőben lesz 60 éves. Jó van, adjad Isten, legyen jobban, de kicsi az esélye. Szívbosszúrét durulása van, ott tudják, hogy egy olyan ismerik. Nem kell emlegetni, sajnáljuk. Minden márba itt voltak az elsőtől, mostanig, most nem tudok itt lenni. Ezek a bajok. Na most, akik még meg vagyunk, s hál' Istennek, még adjad Isten, még éljünk, akkor megkérjük szépen most, aki a pálcát jövőbe bárt akar szervezni, az jelentkezzen a pálcájén. De nem kell sokat várni, mert van itt nálunk egy buzogán Lajos, egy szente székes solymosi, kis solymosi jó ember, aki a tájai bárba elvitte volna a pálcát, de nem került kézzel meg kalapásra, és azt mondta, viszik szöt a lakvállat. De hát milyen jó, hogy volt több gazdája a pálcának, nem maradt árván a pálcán. Mert például a Parajdon, Forrabilla, ha ne vigyelje, két kerek odat kiemeltük a pálcát, szinte elvitték a csíkiak, akit nem akarok, hogy elvigyék csíkba, se egyébben, se súval a pálcát. Tehát a pálca maradjon udvarhelyi zónában, és legyen az udvarhelyieken. Nem mondok én semmit. Most a szegény Lajos a tavaly nem, utána való bárban nem jött el Mirkibe, mert abban az évben nem adták oda tájába neki a pálcát. Most egy nagy tapsot Buzogán Lajosnak, sivébe, Solymosba palozzunk, ha megérjük. Itt Solymosba! És aztán nagy az Isten azt adja, hogy van sejünk, boldogjunk ki Solymosba. No, aztán meg abba azt nem, hogy ígyünk Fancsai volt vagy. Solymosi volt! Fancsai ne ígyünk! Hát akkor arról van szó most már, tetszettek hallani, hogy jövőben Kis-Solymosban lesz megszervezve, ha az Isten éltet, mindenki szeretettel várunk, de meghívót is fogunk küldeni. Jó, további jó mulatást kívánok! Mindenki. Jó egészség! És töltsék el a poharakat, és emeljék! Élnek a juhászok! Thank you.
Nincs is a bak semmi, ha ülök állunk. Ez már a húzi színisnál szól. Yeah.